190 országban több mint 1 milliárd ember vesz részt a Föld napján, ünnepelve a bolygót és annak megóvására szólítva fel. Az ötlet 1969-ben született meg, az első rendezvény sorozatot 50 évvel ezelőtt, 1970. április 22-én tartották amerikai egyetemeken. A célok azóta sem változtak, a hálózat elnöke szerint a lehető legtöbb emberhez eljutni a Föld megvédésének üzenetével. Egyetlen olyan ország sincs, amelyik megfelelően csinálná. Tanítunk egy kis tudományt, egy kicsit a levegő minőségről, de szinte egyetlen országban sem tanítanak az egyéni kötelezettségvállalásról. Ezért az oktatás a Föld napja központi kérdése. Az embereknek ragaszkodniuk kell ahhoz, hogy gyermekeik tanuljanak a környezetről, a lehetőségekről, mondta Kathleen Rogers. Az új koronavírus járvány miatt az idei események jó részt online zajlanak, az üzeneteket így is fontos emberek tolmácsolják. Ferenc pápa, Al Gore és Andrea Bocelli. A hálózat számára viszont a nap sikerét igazán a támogatók tömege hozza el. Sokan aggódunk a fizetésünk, a nyugdíjalapunk miatt, míg Indiában a fő kérdés az élelmiszer, a tiszta víz. Fantasztikus, hogy egy pillanatra mindenki elgondolkozik, még ha idén csak digitálisan is. A politikai fellépés felé tartunk, tette hozzá Kathleen Rogers. Az 50. évforduló a bolygó számára kritikus pillanatban érkezik. Az ENSZ főéghajlat kutatója szerint az eddiginél is több politikai fellépésre van szükség, ha változást akarunk. Sajnos az a 70-es évek óta látszik, hogy rossz irányba haladunk. Több kellemetlen rekordot is megdöntöttünk. Személy szerint engem legjobban a folyamatosan növekvő lélekszám aggaszt, amit az élelmiszer előállítás nem tud követni, mondta a Meteorológiai Világszervezet főtitkára. A szakemberek és aktivisták arra figyelmeztetnek, az új koronavírus járvány idején is emlékezzünk arra, földünk soha nem látott veszélyben van.